ott fordítva van kettő, mint a tablónál. Hogy megőrizzük a meghitt otthoni ízeket, a nyár, vagy éppen az ősz gyümölcseinek zamatát, sokakat sarkallott, és ma is ösztönöz arra, hogy valamilyen módon tartósítsuk, és a zordtéli napokon újraérezzük a napfény ízét. Az eljárások az idők folyamán a rendelkezésre álló nyersanyagok, technológiai ismeretek, sőt a divat függvényében is változtak, de a lényeg, hogy a gyümölcsök értékes anyagait megőrizzük, nem változott. A gyümölcsök és a zöldségek legősibb, legkíméletesebb, legegyszerűbb, legtermészetesebb és legolcsóbb tartósítási módja a szárítás és aszalás. Ezekhez a folyamatokhoz nem kell cukor és más kémiai tartósítószer, csak egy kemence, tűzhely vagy a nap melege. Az aszalvány vitaminokban, ásványi sokban gazdag, tápláló és egészséges. A gyümölcs, zöldség elveszti víztartalmának felét, háromnegyedét, ám értékes anyagainak, vitaminjainak nagy részét megőrzi. A népi gyümölcsaszalás több évszázados múltra tekint vissza. A Pannoniából és Erdélyből származó aszalt besztercei szilvát a német gyógyszerészek a 16. században magyar szilva megjelöléssel árulták. Persze más fajtákból és fajokból is készíthető finom aszalvány. Például agenyi, nyári asszaló, fehér szilva, gravensteini alma, vilmoskörte, szegfűkörte. A gyümölcsök szárítását asszalókemencékben, kemencés asszalóházakban vagy kisebb, földbe vájt asszalókban végezték. A gyümölcs asszalásához hasonlóan zöldségfélékből is készülhet szárítmány, mint például sárgarépából, petrezselyemből, hagymából vagy gombából. Az aszalókemencék, pláne a hagyományosak, hagyományosan két részből állnak. Igazából van egy alsó része, most egy nagy fehér teret lehet ott lent látni, de az alatt megbúvik egy 120 cm széles, jókora, boltozatú kemencetér, ahol maga a tüzelés történik. És így az aszalvány, a gyümölcs nem találkozik magával a füsttel, és ezért nem savanyítja meg. Az azt jelenti, hogy a fölötte lévő aszalószekrény, az már egy faszerkezetű része az aszalónak, míg az korábbi az téglából rakott aszalórész. A felső aszalótérben vannak cserények, és ezeken a cserényeken, ezek nagyméretű tálcák, aszalótálcák, ezekre kerül maga a gyümölcs. Leggyakrabban szilvát, almát, körtét aszaltak mi felénk, de emellett aszalványként készülhettek vagy gyümölcsökből is, somból, sőt vackort is aszaltak. Nyilván itt a régi paraszti gazdaságokban az aszalvány felhasználása volt, ami meghatározta az, hogy mit aszaltak. Az aszalványok hasznosítása többrétű volt, nagyon gyakran egyszerűen csak olyan főzetet készített, egyszerűen nyersen is fogyasztották, vagy bocsánat, szárazon is fogyasztották ezeket az aszalványokat, hiszen ezek úgymond nyálítóként használták például a lányok fonásnál, az azt jelenti, hogy nyálképzést kell segíteni ugye ahhoz, hogy a szözt tudják sodorni, de egyszerűen csak csemegének is fogyasztották, de gyakori volt az is, hogy egy főzött, forrázott vízzel leöntötték, vagy egyszerűen főzték is magát az aszalványt, és például kerülhetett zsámiskára. Ez a puliszkának ugye a tájneve itt mifelénk. Egyszerűen édesítőszerként egyfajta ilyen öntetnek használták. Az aszalásnál a gyümölcsök előkészítésénél igazából komoly előkészületek nem föltétlenül voltak szükségesek. Ezek leggyakrabban ezek az aszalók nem föltétlenül kertekben, hanem kinn a szőlőhegyeken voltak, ahol igazából az előkészületre mosási lehetőség nem állt rendelkezésre. Szilvákat, almákat fölösleges is volt mosni, hiszen nem volt igazából komolyabb szennyezőanyag rajtuk. Meg hát azon a 80 fokon, amin benne az aszalótérben tartózkodott a gyümölcs, igazából el is pusztult
a zömmel, tehát sterilizálódott maga az anyag, de amit mindenképpen illik tudni, hogy mifelénk azért már illik megmosni az aszalványt, és aztán igazából más előkészítése nem történik. Legfőjebb maga az aszalás során elképzelhető, hogy a magot eltávolítják például a szilvából. Az almáknál, körtéknél azért, hogy az aszalást elősegítsék, gyakran darabolták őket. Cikkekre vágták leginkább. Léteznek házi asszolók, illetőleg ma már ilyen nagy kereskedelemben kapható mindenféle konyhai asszolók, de hát ugye ezeknek a kapacitása is igencsak véges, mert ugye pár kilogramm leasszalására alkalmasak. Ezek a hagyományos formák igazából már egy ilyen kisüzemi asszolónak is megfelelő, ami éppen a hátam mögött látható, mert az azt jelenti, hogy itt egy cserényen azért egy olyan 15 kg szilva egyetlen asszaló kemencében közel egy mázsa szilva egyszerre leasszalható. Ezek a háziaknak a kapacitása viszonylag kicsi, és másfajta asszalvány minőséget is ad. A szőlőhegyeken nagyon egyszerűen oldották meg a kemence fűtését, hiszen ott mindenféle ugyan hulladékfa, bár ezt nem szívesen használom ezt a fogalmat, tehát mindenféle anyag alkalmas volt, itt igazából a szőlőhegyeken összeszedhető volt egyszerűen szármaradványok, nyilván gondolok a tavalyi venyigére, aztán egyszerűen a mesdjékből összehúzott korhat fáanyagot, mindent föl tudtak használni nyilván az aszalásnál a kemence fűtésére. Itt azért már ugye az ember előkészíti, és hát összeszed nyilván annyi faanyagot, amivel föl lehet aszalni, amivel aszalni lehet, de az alföldi kemencékre jellemzően ez a górés fűtés, ez igazából ezeknél az aszalásoknál igazából szinte lehetetlen, tehát itt bizony fát kell használni. Tudni illik, hogy az aszaló térben 80 fokot nem illik elérni, vagy illetve 80 fok környékén afölé nem illik lépni a hőmérsékletnek, hiszen a 80 Celsius fok az a határ, amikor már a gyümölcs az a száránál igazából forr, és aztán képes kihasadni is, ami ugye az aszalvány minőségét jelentősen rontja. Ilyet az a cél, hogy lassan fűtsék fel a kemencét, általában 2-3 nap mire azt a 80 fokot eléri, viszont ezért aztán az aszaló idő, az aszalásnak az ideje jelentősen le is rövidül, amikor már ezt a harmadik, negyedik napot eléri igazából a kemence felfűtöttsége. Olyankor már egy olyan 14 óra, 14 és fél óra elég például a besztercei szilva, a magvas besztercei szilva leaszalásához. Míg a korábbi napokban, tehát rögtön az elején, amikor még csak olyan 40-50-60 fokos a kemence, tehát lassabban szárad maga az aszalvány, akkor egy olyan 20 órát is elérheti. Az aszalás mellett egy másik hagyományos tartósítási mód a lekvárkészítés. A legjelentősebb hagyományos lekvárgyümölcsünk a gazdag beltartalmi értékekkel is bíró szilva. Legfontosabb e célra használt fajták a besztercei, a durkó és a veres szilva. Az igazi szilva lekvárt üstben főzik, és gyakran korán reggeltől sötétedésig is eltart a munka. Az érett, sőt inkább túlérett, de egészséges gyümölcs szedését követi a mosás, a magozás, majd a főzés. Az igazi szilva lekvárhoz nem adnak sem cukrot, sem egyéb fűszert, a lekvár zamatát a gyümölcs tömény íze és a benne lévő karamellizálódott cukrok adják. A masszát nagy fakanalakkal vagy kavaróval kavarják, hogy le ne égjen. Akkor kész a lekvár, ha a felfordított kanárról már nem esik le. A besűrűsödött lekvárt cserépfazekakba, szilkékbe töltötték, majd egy napot vártak, míg megbőrösödött a teteje, csak ezután kötötték le, hogy védjék a portól és a rovaroktól. A jó szilva lekvár akár több évig sem romlik meg, csupán a további vízveszteség miatt megkeményedik. A kész lekvárt különböző tésztafélékhez, például dereje, gombóc, lekváros tészta és süteményekhez használják, például bukta vagy fánk. A lekvárfőzés jelentős családi baráti közösségi alkalom volt, így összekapcsolták egy kis mulatozással is. Zenéltek, énekeltek, meséltek, miközben váltották egymást a munkában. A pálinka az erjesztett gyümölcsök lepárlásával készülő gyümölcspárlatok egy hagyományos magyar fajtája. Az égett borok már a 13. századtól ismertek, leginkább mint gyógyitalok. Majd egyre többen hozzáférhettek,
és az 1900-as évekre a királyné életvize a szegények kávéja lett. Pálinkát készíthetünk erdei gyümölcsökből és házi gyümölcsökből. A térségben jellemzően somból, kökényből, galagonyából, vadalmából, vadkörtéből készítenek pálinkát az emberek. A házi gyümölcsök közül erre a térségre leginkább a hagyományos szilófajták, betrencinek és durkonok nevezett szilvákból készítenek. Természetesen készül különböző almákból, körtékből, esetleg törkölyből vagy szőlőből is pálinka. A jó cefre készítésnek az alapja a jó gyümölcs. A legalkalmasabb a cefre készítésre az enyhén túlérett, egészséges, tiszta gyümölcs. A gyümölcsöknek a feldolgozása fajtánként változik. A csonthéjasokat jellemzően magozzuk. A magozással már egy pépesítést is elérünk, ezáltal az erjedés tökéletesebb, mert a gyümölcscukortartalom jobban feltáródik. Az almatermésűeket, illetve a körtetermésűeket, azokat pedig daráljuk, illetve ezeket is célszerű minél jobban lepépesíteni, mert ezáltal a gyümölcsnek a rost szerkezetét megtörjük, és az élesztő gombák, az erjesztő gombák a gyümölcscukortartalmához jobban hozzáférnek. A cefre érlelés során főleg az almatermésűeket célszerű egy pektinbontó enzimmel a rosttartalmat lebontani, hogy még jobban feltáródjon a gyümölcscukortartalma. Aztán különböző fajta élesztőkkel lehet a gyümölcsnek a fajtára jellemző ízaromáit fokozni a cefrében, ezáltal a pálinkában, illetve használnak még különböző habzásgátló szereket, ami az erjesztés során is csökkenti a habzását, és majd a főzésnél is ez előny, mert nem habzik fel a cefre. A cefre erjedéséhez nem szükséges oxigén, ezért célszerű oxigéntől elzárt körülmények között erjeszteni a cefrét. Az erjedésnek az első szakaszában, amit az első 2-3 napra tehető hőmérsékletől függően, ez az úgynevezett zajos erjedés. Itt meg lehet kavarni a cefrét, de már az utóerjedésnél nem szükséges, sőt szerintem nem érdemes, mert ezáltal a kavarásnál már a kialakult alkoholtartalomból párologhat el, illetve veszíthet a gyümölcs a cefre az íz-aroma anyagaiból a kavarással. A főzésnek a folyamata kétféleképpen történik Magyarországon, az egylépcsős, illetve a kétlépcsős rendszerek. Amit a hátam mögött van rendszer, ez egy hagyományos kisüsti kétlépcsős rendszer. Nálunk a cefre egy előmelegítőn keresztül jut be a cefrézősbe, itt megtörténik a lepárlás. Az így nyert alszeszt vagy vodkát átszivattyúzzuk a finomító üstbe, ami tőlem balra található, és egy újbóli lepárlás történik le, meg ez az úgynevezett finomítás. Itt a párlatot három felé választjuk, előpárlat, középpárlat, utópárlatra, és igazából amit mi kiveszünk, az a középpárlat, mert ez a pálinka, ez a jó magyar pálinka. A ma használatos receptek szerint a gyümölcsök cukorral és szükség szerint egyéb fűszerekkel ízesített, vízben, hőkezeléssel való tartósításának eredménye a befőtt vagy kompót. A 19. századig azonban a nádméz, vagyis a nádcukor drága kelléke volt az ételkészítésnek, helyette inkább a mézet használták. A dunsztolás mellett a múlt századig szalicilt is használtak tartósítószerként. Befőttnek valamennyi gyümölcsfaj és fajta alkalmas, ami egészséges. Sokan a szilvák közül szívesen teszik el a ringlókat és a besztercei fajtát. Körtéből a zamatos, fűszeres ízűeket érdemes így elkészíteni, és a feldolgozni kívánt gyümölcsnek nem szabad teljesen érettnek lenni, mert a hőkezelés során szétfő. A cseresznyét és a medgyet azonban teljes érettségben érdemes feldolgozni. A forró levet és a gyümölcsöket üvegbe töltve, majd cellofánnal lezárva kosárba tett párnák közé helyezték, és lassan hűtötték ki. Ez alatt a hőkezelés eredményeként elpusztultak a penészedést, ecetesedést okozó baktériumok és gombák. A befőttek tárolására legalkalmasabb hely a fagymentes, száraz kamra volt, ahol egy polcos szekrényben vagy a szabadon álló polcokon kaptak helyet a befőtteket rejtő üvegek.
A gyümölcsszörp általában a gyümölcslé főzéssel és édesítéssel sűrített koncentrátuma. Kerti és gyűjtött vagy gyümölcsökből egyaránt készítették, vízzel higítva fogyasztották. Készítésének elterjedését a cukor hozzáférhetősége segítette.